Három bemutatónk lesz az idén. Az első az a Michael Frayn és a Hanvai Kornél által írt Balmoral volt az eredeti címe, ezt most mi Csodakorban élünk címmel játsszuk. Szigligeti Alkotóházban vagyunk, 53-ban. Maga az alaphelyzet az, hogy jön egy külföldi újságíró, mindennek rendben kell lennie, mert nagyon nagy a tétje. Ha bárki hibázik, azt azonban elviszik, úgyhogy jön egy külföldi újságíró, keresi azt, akivel interjút csinál, azaz a valaki a szépen meghal menet közben. Most, hogy valaki kiadja magát, találnak egy ostoba embert, aki kiadja magát egy okos embernek. És annak a helyére válna a gondnok helyére válna az író. És szép lassan a végére kialakul egy helyzet, amikor már gyakorlatilag senki nem tudja, hogy ki kicsoda pontosan, hogy a másik ide, az sem pontos, hogy ő kicsoda, vagy hogy éppen mit hazudtak. Szóval ez egy nagyon klasszik vígjátéki helyzet. A második darabot azt én rendezem, ez nekem régi vágyam, már régóta dédelgetem ezt a rendezés dolgot. Akkor a színház érdeket. Az én lenyűgözőnek tartom, hogy emberek mindenféle görcsel, félelemmel egyszer csak kinyílnak és átváltoznak valaki mással. Én találtam egy darabot, a Hanvai Kornél az irodalmi vezetővel, ő ajánlotta, az Oscar Wilde-nek a Lady Windermere legyezője. Azt látjuk, hogy van egy próba, elkezdenek próbálni a színészek, én is kijövök, mint rendező, beavatom a nézőket abból, hogy tulajdonképpen egy próbafolyamat látnak, és ahogy haladunk előre a darabbal, úgy haladunk előre a próbafolyamattal is, és a végére már, tehát egy üres színpadon kezdünk, mindenki melegítő nadrágban példánnyal, és ahogy megyünk előre a jelenetekkel, úgy szép lassan eljutunk magájukhoz az előadáshoz. A harmadikat pedig Vida Péter rendezi, ez Claude Magné Oscar című színdarabja, amiből készült film is, Sylvester Stallone főszereplésével. És ezt csinálja majd a Péter. Vida Peti rendezett tavaly egy darabot, a Bérgyilkos a barátom, és az tulajdonképpen működött. Tehát, hogy nagyon a nézők is szeretik, színészek is szeretek vele dolgozni, és én azt gondoltam, hogy akkor nézzük meg még egyszer, hogy az Oscar ez pont egy olyasfajta dolog, ami a Petit érdekli, és kihívás is neki, hiszen ez egy neki való darab. Szintén remélem, hogy egy jó találkozás lesz a Nagy Viktor, aki már játszott nálunk kettőt is, és nagyon szerette a közönség is, kollégánk is, hogy tulajdonképpen adott volt, hogy ajánljunk neki szerződést. Még idén játszik még két főszerepet nálunk. Én azt gondolom, hogy egy egészen különleges képességű színész, egy nagyon jó alkattal, egy nagyon jó karakter, de aki végig tud vinni egy főszerepet, és lehet rá figyelni végig, úgyhogy szerintem ez egy jó találkozás lesz.